A közelmúltban adták át Hódmezővásárhelyen a tankerületi központ által életre hívott elismerést. A díjra az intézmények vezetői terjesztették fel tanulóikat, akik értékelését egy szakmai bizottság végezte. Szakmai intézményektől független 4 tagú bizottság végezte a bírálatokat. Dr. Asztalos Kata, ő a Matthias Corvinus Kollégium Szegedi Központjának vezetője. Baranyi Balázs, ő egy diák önkormányzati szervezetet összefogó intézményünkbe járó tanuló. Gyurta Dániel, őt azt gondolom, hogy nem is kell nagyon bemutatni, olimpiai világbajnok úszó. Tehát az összes területre megpróbáltunk olyan zsűritag találni, aki minden területet le tudunk velük fedni. Erre gondoltunk, és nyilván természetesen a tankerei központ részéről pedig a szakmai igazgatóasszony Bátoriné dr. Licska Anikó vett részt a zsűri munkájában. Összesen 65 pályázat érkezett be, közülük 11 tanuló munkáját értékelték. A díjazottak egy plakettet, oklevelet és utalványt kaptak. A makói Kis Henrietta Kiara ezek között a diákok között lehetett, akiknek kiemelkedő eredményeit értékelték, mivel nagyon sok területen próbálja ki magát és szép eredményeket ér el. Ugye sok rajzpályázat volt, amikor sok jó eredményt elértem, voltak fotópályázatok, Magyar Vadászlap hirdette, és kétszer is a legtöbb kedveléskapó kép lett az enyém. Ezáltal belekerültem a vadászlabba, kétszer is a képem. Sportversenyre járok, íjászatban, ahol tavalyi évben 5-ször lettem első helyezett a Délföldi Régió által szervezett 3D íjászversenyen, és ezáltal, amivel a Délföldi Régió bajnoka lehettem. Továbbá csapatversenyeken és egyéni tanulmányi versenyeken sikeresen vett részt Henrietta. A díjátadó eseményen a makkói Majoros Dóra Ágnes, a József Attila Gimnázium 12. évfolyamos tanulója, a Matthias Corvinus Kollégium külön díját vehette át. A fiatal elárulta, hogy meglepte, hogy ilyen elismerésben részesülhetett, de hatalmas öröm volt számára. A végzős megosztotta, hogy milyen kiemelkedő munkát végzett az elmúlt években. A díjat igazság szerint a tanulmányi eredményeim és a közösségi, valamint ugye társadalmi szerepvállalásaim miatt kaptam együttesen, és ez a társadalmi szerepvállalás vagy közösségi szerepvállalás nem csak az iskolán belül történt, hanem városon belül is, ugye, és nyilván itt ugye a megemlékezések az október 6-a, március 15-e, augusztus 20-ai ünnepségeken való szerepléseim miatt is kaptam a díjat, valamint ugye az osztályon belül rengetegszer segítettem osztálykirándulásokat szervezni, vagy ugye a gimiben a gombavató gimiesnek a szervezésében is segítettem, és ugye én is többnyire szereplő voltam, mind kóruson belül, vagy pedig szólistaként. A fiatal a tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem gazdaságtudományi karán szeretné tovább folytatni.